További 3 évig vezetheti a Vörösmarty Színházat Szikora János, aki 10 éve 2012-ben vette át a teátrum vezetését. A Vörösmarty Színház a régió meghatározó kulturális intézménye és közösségi helye, ahol az elmúlt években kiváló szakmai munka folyt, ezért is fontos a színház szerető közönségnek is tudnia, mi motiválta a sokat látott direktort, hogy újabb 3 évre elkötelezze magát. Az elmúlt 10 évet szerettem volna szépen befejezni. És nem tudtam, mert ez az elmúlt 2 év minden derékbe tört. És ettől olyan elment a kedvem, azt gondoltam, hogy ennek a társulatnak az ambíciója, a benne levő energiák, az elképzeléseink, az álmaink méltóbb befejezésre vártak. És a Covid miatt ez nem történhetett meg. Az igazgató megválasztása szakmai és közéleti értelemben is teljes egyetértésben történt, és jó esély kínálkozik arra, hogy a művészeti vezetés és a társulat az elmúlt 2 év megpróbáltatásait követően újra elfoglalja helyét a város kulturális palettáján. Mivel ez az utolsó 2 év tulajdonképpen lefejezte a munkánkat, úgy éreztem, hogy az, amit csináltunk közösen, és én is, amit a magam területén próbáltam fölépíteni, az nem egy épület lett, hanem egy torzó. És én szeretném ezt az épületet felépítve itt hagyni. Ezt a társulatot felépítve itt hagyni. Nem akarok torzókat magam mögött hagyni. Szikora János még elmondta, gőzerővel készülnek az új évadra, és emellett rövidesen a Pelikán Kamaraszínház is megújult térrel fogadhatja a közönséget.